Íme a szűz fogan méhében és fiút szül, és Immánuelnek nevezi majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi úrunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is örökkön örökké. Ámen. Karácsony üzenetének örömével a szívünkben hívjuk életünkbe a testélet Istent a 302-es, az új énekeskönyvben 374-es dicséretünk első versét énekelve, ó népeknek megváltója, jövel szűznek szent magzatja. Megváltója, jövel szűznek szent magzatja, mert mindez világ csodája, Istennek szűztől. Foglaljuk el helyeinket, testvérek, és maradjunk is ülve a Krisztustól tanult imádság közös elmondásáig, hogy a padfűtés áldása is támogassa az odafigyelésünket. Segítse a tévénézők figyelését is az Úristen szent lelke. A 303-as, az új énekeskönyvben 375-ös dicséretet kikeresve és annak első három rövid versét énekelve készítsük szívünket Istenünk igéjének meghallására, és kísérjük át a gyermekeket Karola nénivel gyermek Isten tiszteletre, amit a parókia melegében ünnepelnek majd Krisztus Urunknak áldott születésére emlékezve. Legyen áldott mind a ti alkalmatok, és legyen áldott a miénk is a Szentlélek jelenlétében. A 303-as, illetve újban 375-ös dicséretünk első verse így kezdődik: jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Karácsonyi ünneplésünk megáldása és megszentelése jöjjön a mindenható Istentől,
aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Vezesse és kísérje az ő szent lelke a mi lelkünket ma is. Ámen. Kedves ünneplő testvérek, Istennek ígéjét, amely az ő kegyelméből ma is megszólalhat közöttünk, hogy a mai napunk ünnepé legyen, a Máté írása szerinti evangélium első fejezetéből olvasom, a 18. verstől a 24. vers közepéig. Ebben a szakaszban a Szentíró újra felveszi azt a proféciát, ami egykor Ézsaiás ajkáról szólt, és ami a mai alapigénk lesz. Figyeljünk nyitott szívvel az evangélium szavaira. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Ámen. Istenünk, aki szent lelke által kész nem csak Mária és József, hanem a mi életünkben is munkálkodni, sőt úgy érinteni bennünket, hogy kiábrázolódjék a mi életünkben a Krisztus, tegye befogadottá, megértetté a szívünkben, és gazdagítóvá életünkben az ő igéjét. Jöjjetek ezért közösen is imádkozunk, helyünkön maradhatunk az Úrtól tanult imádság elmondásáig, de a nyitottságunk legyen annál nagyobb. Mindenható Istenünk, örökkévaló édesatyánk a Jézus Krisztusban, magasztalunk téged a te kegyelmedért és szeretetedért, amelyel kész vagy helyet foglalni az emberi életben, miközben körülveszed az emberi életet annak ellenére, hogy az nem egyszer elzárkózik előled. Köszönjük, hogy te kész vagy a helyeinken elérni minket. Krisztusban kész voltál emberi testbe bocsátkozni, hogy magunkhoz közel tudhassunk téged. Áldunk, amiért a mi életünket sem veted meg, hanem közeledsz felénk hatalmas, örömüzenetet rejtő szavaddal, és kész vagy közeledni hozzánk üzenetedet megértető lelkeddel is. Dicsőítünk, amiért ebben bizonyosak lehetünk Krisztusért, akiben emberré léve egészen elemi erővel tapasztalhatóan közeledtél világunkhoz, és akiben megértetted, hogy az emberrel velünk maradsz a világ végezetéig. Köszönjük, hogy most is megajándékozol bennünket a veled való találkozás esélyével, sőt lehetőségével. Közel jössz hozzánk igédben, és annak ellenére, hogy sok mindent elképedve fogadunk, te kész vagy belépni, beleszólni az életünkbe, és a veled való közösségre emlékeztetsz az úrvacsorában is. Ó, bár csak annyira nyitottak lennénk feléd, mint amennyire te nyitott voltál és vagy felénk, Urunk. Bűnbánattal könyörgünk és nyitunk, lelked által nyisd meg füleinket a krisztusi örömüzenet megértésére, nyisd meg szívünket a régi és a nagybetűs ige befogadására, gazdagítsd világosságoddal nélküled oly sötét életünket. Ámen. Az írott és hirdetett ige meghallására készülve énekeljük a 302-es, az új énekeskönyvben 374-es dicséret negyedik versét lendületesen, Krisztusra tekintve, a te jászlad immár fénylik, az éj megvilágosodik, homály sötétség távozzék, a hitnek világa fényjék.
Ünneplő testvéreim, Istennek igéje, amelyel megszólított engem, és amely nyomán karácsony ünnepén az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetem nektek is. Írva van a református bibliaolvasó kalauz által kiemelten ajánlott ószövetségi könyv minap olvasott részében, Ézsaiás próféta könyve 7. fejezetének 14. versében, amely belevisz hangzott az imént olvasott evangélium ige szakaszba is. Maga az Úr fog jelet adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezi majd el. Ámen. Kedves testvérek, bár mostanában jobbára a dupláját fizetjük még a szimpla csomagért is, talán még emlékszünk a bombasztikus akciókra. Egyet fizet, kettőt vihet. Most karácsonykor, amikor megtanuljuk értékelni az egyet is, egy hármas akciócsomagot kínál nekünk Istenünk. Egy olyan proféciát, ami már beteljesedett kétszeresen, és ami harmadszor ráadásul aktuálisan a mi életünkben is kész kiteljesedni. Nem járt le a szavatossága, nem bóvli, amit a nyakunkra akarna valaki sózni, hogy csak menjen ki, mert drágább a raktározás, mint az eladás. Nem ment át csökkenésen, sőt, sokszorozódott az értéke. Egyszer üzent Ézsaiás prófétán keresztül, de háromszor hat. Háromszor gazdagít. Maga az Úr fog jelet adni nektek, íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezi el. Az első beteljesedés, az első érték kibontakozás már a próféta korában megtörtént. A mainál is szorongatóbb, de a maiból kiindulva számunkra is érthető helyzetben szólalt meg Ézsaiás bő 2700 évvel ezelőtt. Egy kis ország, Júda és annak lakossága, a választott nép, amely az ott uralkodó dávidi dinasztiából várta a megváltót, halálos veszélyben volt. A lét és a megmaradás volt a tét, mert nagy volt a szorongattatás minden oldalról. Abban az időben éppen Asszíria volt a földi szuperhatalom, és mint minden ilyen, minden korban egyre inkább terpeszkedni akart minden irányba, lehetőleg a másik nagy hatalommal, akkor éppen Egyiptommal szembe menve. Persze, ahogy ma akkor is voltak kisebb országok és szövetségbe, akár unióba tömörülő államok, amelyek hangot adtak nem tetszésüknek, sőt, összefogtak az agresszorral szemben a maguk módján, akkoriban ilyen volt Arám, és az Ézsaiás által csak Efraimként emlegetett Izrael, és igyekeztek minél több kis népet a maguk koalíciójába szedni, hogy ellenállást tudjanak tanúsítani. A velük szomszédos Júda országa próbált független maradni, és ideig óráig úgy tűnt, hogy sikerül is, de ezt a luxust nem nézték jó szemmel a többiek, így minden eszközzel, akár agresszív támadásokkal is igyekeztek bekebelezni koalíciójukba, hogy az Asszíriával szembe menő öngyilkos kommandó nagyobb és egységesebb legyen. Lehetetlen helyzet alakult ki. A kis országot egyik oldalról Arám királya támadta, északról a testvérnép, Izrael királya és Efraim szorongatta, meg provokálta, közben pedig már irgalmatlan pofonra emelkedett Asszíria karja. Katasztrofálisan kilátástalan helyzet volt ez, vagy a nagy üt agyon, vagy a kisebbek olvasztanak be, így vagy úgy halál a vége. És ekkor üzen a választott nép által már csak nem elfelejtett szövetséges, maga az Úristen Ézsaiás prófétán keresztül, és a nép hitére appellál. Ha nem hisztek, nem maradtok meg, üzeni. Ezt olvassuk
a mai profécia előtti versekben. Pozitívan, református módon így fogalmazhatnánk, higgyetek és megmaradtok. Nyissatok és jelezzetek hittel a nagy szövetséges, az Isten felé, mint egy nagy bajba került osztag, küldjetek jelzőrakétát fölfele, mert onnan tud jönni segítség. Ő a seregek ura kész is megszabadítani, csak küldjetek jelzőrakétát, higgyetek. Csak hogy nem jön meggyőző segélykérés lentről, és egyre mélyebb a nyomorúság, biztos is lenne a halál, ha nem történik csoda. Ami pedig megtörténik, mert a hatalmas szövetséges, a seregek ura maga nem azt mondja, hogy na tudjátok, mit ostoba népség, ott pusztuljatok, ahol vagytok. Fulladjatok bele a hitetlenségetekbe, a nyomorúságotokba. Ehelyett így üzen a prófétán keresztül, maga az Úr fog jelt adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezi majd el. Bár a hitjelzés elmarad lentről, maga az Úr fog jelt adni nektek. Nem lentről, hanem fentről, a megmentő szövetséges oldaláról jön a jel, sőt, hármas jelzés, ami azonban elemi erővel érzékelhető a földi körülmények között. Fentről jön az Istentől, de lent bontakozik ki. Azt mondja Ézsaiás, hogy él valahol láthatóan, megtalálhatóan, nem véletlenül kezdődik így, hogy íme egy anyaságra készülő, talán már várandós fiatal nő. Hát ez egy érzékelhető valóság. Íme van remény a jövőre nézve. Ez a nő fiút fog szülni, üzeni a próféta. Megerősítetten ígéretessé válik a jövő, hiszen a fiú gyermek abban az időben az élet bebiztosítását jelentette. És nagy megbecsültséget az anyának és a családnak is. Reménységgel teli jövőt. És a fiút Immánuelnek nevezi el. Megtapasztalhatóvá válik a nagy nyomorúság közepette is, hogy velünk az Isten. Az élet megnevezhető részévé válik az Isten kegyelme. Ez a földön érzékelhető mennyei jelzés hármas kapcsot és kapcsolatot jelenít meg a nagy szövetséges Isten és az ő népe között, és életet fog jelenteni. Ezt üzeni a próféta, és igaznak is bizonyult a proféciája. Olyannyira, hogy bár elhangzása után is zajlanak rettenetes háborúk, hamarosan megszűnik létezni Efraim, megszűnik létezni Arám, de a csöpnyi Júda megmarad. És létezik még 700 évvel később is, amikor nemhogy Arám vagy Efraim nevű politikai formációról nem beszél már senki, de már Asszíria is letűnt, a profécia igazsága, jel érvénye pedig megmaradt. Mit megmaradt? Fokozódott és hatványozódott a beteljesedés felé mutatva. 700 évvel az első elhangzása után, amikor az aktuális szuperhatalom már régen nem Asszíria, hanem a Római Birodalom, bekövetkezik a második, a kiteljesedett beteljesedés. Harcok továbbra is vannak, és a hitnek továbbra is híja van, mint manapság, csak Isten kegyelmének köszönhetően létezik még Júdea, ráadásul vallásgyakorlási kiváltságokkal felruházott római provinciaként. A választott nép azonban még ekkor sem az Úristenre épít, hanem tovább nyomorítja magát bűneivel, amelyekből már nem annyira hittel, mint inkább kétségbeeséssel kiállt az Úrhoz, nem segélykérő, hanem támadó rakétákat küld mondhatni, hogy miért Isten, meg meddig még Istenem, meg mikor már jó Isten. És egyre nagyobb a sötétség, ugye ismerős, és egyre biztosabb a halál. De a hatalmas szövetséges az Úr megint megszólal, és megint nem azt mondja, hogy na tudjátok, mit ostoba népség,
ott pusztuljatok, ahol vagytok, fulladjatok bele a nyomorúságotokba, hanem kiteljesíti az egykor már beteljesedett proféciát. Maga az Úr fog jelet adni nektek, íme egy fiatal nő, aki most várandós fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezi majd el. Máté így ír erről a beteljesülésről, amikor a megváltó Úr Jézus születéséről tudósít. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti velünk az Isten. Nem értékvesztés következik be, nem értékcsökkenés a második beteljesülés, hanem hallatlan fokozás minden téren. 700 évvel ezelőtt Ézsaiás először is arról beszélt, hogy van egy nemileg érett fiatal nő, így lehetne fordítani igazán azt, amiről a profécia szól, aki anyává válik. Megjelenítve, hogy íme van remény a jövőre nézve. Évszázadok elteltével az Úristen a fokozhatatlanságig fokozza a beteljesülést. Nem egyszerűen egy fiatal nő, hanem egy szűz életén és érintetlen testén keresztül jelzi, hogy van jövő. Van remény. Ott, ahol senki sem számított rá, és nem is várhatná, élet és életreménység sarjad és növekszik. Ez a nő fiút fog szülni. Folytatódik a profécia, amiben az Úristen egy újabb, fokozhatatlan fokozást hoz. Nem egyszerű fiúgyermek születik a világra, a szűz méhéből, nem csak földi értelemben válik megerősítetten ígéretessé a jövő, hanem a fiúgyermek egyenesen a menny követe. A Szentlélektől van. Az Isten földre szállt fia, és ő, emlékszünk, megszabadítja népét bűneiből. Minden választottnak, nem csak egy családnak, minden választottnak reményteljes jövőt készítés nyit, és új kapcsolatot, bűnakadály nélküli kapcsolatot hoz létre az Istennel. És a fiút Immánuelnek nevezik. Ézsaiás még arról beszélt, hogy nevezik el. A beteljesedésnél már csak idézőjelben nevezik. Így hívja mindenki, mert megtapasztalhatóvá válik a nagy nyomorúság közepette is, hogy velünk az Isten, Immánuel. Itt is egy fokozhatatlan fokozást hoz a mindenható a történetbe. Nem ragad le a jelentőség teljes név szintjén, hanem valóságosan az emberek között vesz lakozást. Emberré lesz Jézus Krisztusban, hogy mindenki megtapasztalhassa, hogy velünk van az Isten. Döbbenetes, hogy mennyire tudja az Úristen fokozni azt, ami pedig már első esetben is nagyon hihetetlenül nagy lelkű volt. Fokozhatatlan kegyelemmé fokozza, amire karácsonykor méltán emlékszünk ünnepelve. Ezzel azonban még mindig nem veszítette el erejét és lendületét, meg érvényét az ézsaiási próféta és a mennyei ígéret. Kész ugyanis harmadszor is kiteljesedni, mégpedig a mi korunkban, a mi életünkben, a tiédben és az enyémben. Jézus Krisztusban már megjelent a fokozhatatlan beteljesedés, de az életünkben még fokozódhat a kiteljesedés. A proféciában még mindig van töltés. Maga az Úr fog jelt adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezi majd el. Maga az Isten ad jelt, sőt, már adott az egyértelmű jel. A te életedben és az enyémben is. Már ott van a jel és pecsét. Ennek köszönheted az életedet. Azt, amit valamikor múltnak, jövőnek gondoltál, azt most már úgy értelmezed, hogy visszatekinthetsz. Mennyi mindenen hozott át az Isten? Mennyi jelet adott már neked arról, hogy kész közel lenni? Kész velünk lenni?
egy fiatal nő, aki most várandós, mondja a prófécia. Hát nem biztos, hogy fiatalok vagyunk, az biztos, hogy nem vagyunk mindannyian nők, de ami megtörtént előjelként a néhai fiatal női életében, majd megtörtént, beteljesedett isteni jelként Mária életében, a mi esetünkben is kész kiteljesedni. A Szentlélek csodálatos munkája nyomán a mi életünk részévé válni Krisztus. A mi életünk részévé válik, beengedhetjük, a szívünkben hordozhatjuk, és egészen kiábrázolódik. Kész a mi életünkben is növekedni, mások számára is érzékelhetően megszületni az Úr Jézus Krisztus, akár meglátszani. Szoktam mondani a keresztvízzel kapcsolatban, hogy az nem látszik már utána a homlokon, de az életen jó, ha meglátszik, hogy kivel vagyunk kapcsolatban. Az Úr Jézus Krisztus reményteljes jövőt ajándékozni kész nekünk is, és új bűnakadály nélküli kapcsolatot az Istennel, meg ennek a megélését. És a profécia vége a fiút Immánuelnek nevezi, szintén érvényesülhet a mindennapjainkban, hiszen maga a Szentlélektől fogantatott és szűztől született, az értünk élt, bűntörlő kereszthalált szenvedett és feltámadott fiú ígérte, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Immánuel, velünk az Isten. Ezt élhetjük, ezt tapasztalhatjuk ma az urasztali közösségben, kiteljesedetten, különösképpen is. Immánuel, kiteljesedhet az életünkben az immár kétszer beteljesedett profécia. Velünk az Isten. Egy minden inflálódás közepette értékálló, sőt, kamatozó hármas ez, amit a próféta elénk ad. Egy életre szóló gazdagító befektetés. Fokozhatatlanságig beteljesedett kétszeresen, az életünkben pedig harmadszor is kész kiteljesedni. Hát részesedjünk belőle. Ámen. Ráfelelő énekünkkel a 302-es, az új énekeskönyvben 374-es dicséret 5. versével dicsőítsük Urunkat, aki földi életünk nehéz idejében is csodálatosan gazdagít bennünket. Dicsőség légyen Atyának és egyetlen egy fiának. Nyissuk meg szívünket, könyörögjünk. Mindenható édesatyánk, örökkévaló Istenünk a Jézus Krisztusban, hála legyen neked, amiért a te dicsőséged leért a földre, és fiad révén új fénybe helyezte a mi amúgy sötét életünket. Áldott légy, amiért a te mennyből kiinduló üzeneted áthat korokat, és áthatja a mi életünket is. Köszönjük, hogy az, ami előjelként megtörtént egy néhai fiatal nő életében, majd beteljesedett Mária életében, a mi esetünkben is kész kiteljesedni. A te szent lelked csodálatos munkája nyomán a mi életünk részévé válik a kincs, a nagy ajándék. Krisztus és szabadítása egészen a miénk lehet és kiábrázolódhat. Köszönjük, hogy a veled való krisztusi közösségben reményteljes jövővel
bűnakadály nélküli kapcsolattal ajándékozol meg, és azzal a boldog tudattal, hogy Immánuel, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Hálát adunk neked, amiért közeledésed és velünk léted jeleként vehetjük magunkhoz, megtört tested és kiontott véred, elhozott üdvösséget pecsétjeként a kenyeret és a bort. Köszönjük, hogy erőt, hitet, reményt, szeretetet adsz, és kérünk is ezekért. Könyörgünk nem csak magunkra gondolva, hanem imádkozva embertársainkért is. Eléd hozva imádságunkban a gyászolókat, azokat, akik ismeretségi körünkben veszítették el szeretteiket, és azokat is, akik a háború vagy más baj miatt gyászolnak. Eléd hozzuk a betegeket, azokat, akiket hirtelen ér baj, és azokat, akik magukban hordozzák a korságokat. Urunk, te tudod hordozni őket is tenyereden, és éreztetni velük, hogy ott vagy, hogy Immánuel. Eléd hozzuk hiányosságainkat, és eléd hozzuk a szegényeket, akiknek még több hiányosságuk van. Kérve téged arra, hogy a te többletedből tudjunk meríteni, és tudjunk továbbadni. Imádkozunk a rászorultakért, beismerve azt, hogy bár szegények vagyunk, azért jól élünk ebben a karácsonyi ünnepben. Eléd hozzuk imádságban családjainkat, azok bajait és örömeit. Eléd hozzuk a gyülekezetünket, kérve, hogy te tartsd meg azt, és éreztesd jelenlétedet. Eléd hozzuk településünket, országunkat, nemzetünket, ami megosztott, kérve tőled, hogy osztatlanul rád irányulhasson a figyelem. Eléd hozzuk könyörgésünkben ezt a világot, amit úgy szerettél, hogy egy szülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldásodért esedezünk, Urunk, fiadra hivatkozva. Ámen. Fennállva könyörögjünk a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult szavakkal is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Irgalom, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk úrvacsorai közösségünkre. A 303-as, az újban 375-ös dicséret 4. és 5. versét énekelve, ami Krisztusunkról szól, és amivel búcsúzunk a tévénézőktől, Istentől gazdagon megáldott ünnepet kívánva. A dicséretünk 4. verse így kezdődik: Szent Atyától földre jött, szállt poklokra és győzött. Love.